Náci Németország 1946. március, illetve Wolfenstein Oldblood végigjátszás kezdete. BJ Blazkowicz éppen öntudatlanul alszik a kocsiban, és még fogalma sincse, hogy mibe fog belekeveredni. Nem lehet befogni a Roxy rádiót. De most bejött a német Roxy rádió egy alternatív náci világban. Na jó, sziasztok srácok, ez a Wolfenstein Oldblood végigjátszásnak az első pár pillanata. Az egész franchise-on végig fogok rongyolni. Úgy van, hogy Old Blood, New Colossus, New Order, Wolfenstein 2, New Colossus, aztán negyedikként a Young Blood. Nobody told me. HQ's put a tight lid on it. General Deathset is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. Kicsit kockás négyzetes a kép, az azért van, mert ez még annak idején Xbox One-ra volt az első címek között. Ez még nem 4K, nem One X Enhanced vagy Series X-es. Sima Full HD, 30 FPS. De egy isteni jó játék amúgy. Hihetetlenül jó játék. Csak mondom. És rohadt nagy poén lesz. A papírokat kérem. Itt vannak, köcsög. Rá se nézett az igazolványra. És ha rá is nézett volna, se tudott volna semmit elolvasni belőle ennyi idő alatt. Mindegy. Köszi, köszi, goodbye. Oda megyünk föl abban a nagy kastélyba amúgy, by the way. Német vagyok és valami Franklin, vagy Frankie. Ne nagyon lövöldözzek, azt mondja. Ja, mert amúgy amerikai katonák vagyunk és betörünk a németekhez. Mármint nácikhoz. Itt van az alibi. Ő vagyok én. Jelentsen bármit is. Meg se tudtam nézni, de mindegy. Majd lesz, ami lesz. Fókuszálni kell, csöndbe kell maradni és követni kell őt. Ennyi. Good morning. Frankfurtból jöttünk. Mi vagyunk a frankfurti leves. Úristen, egy olyat kéne már főzni. Egy jó káposztás, vőst is frankfurtit. Jó Isten. Milyen jó ötleteim vannak már? Lemaradtam a beszélgetésről. De itt fityeg a térkép a falon, úgyhogy ezt elvisszük. Még a végén eltévedünk, mint Kevin. Vagy Charlie? Uha. Ide a papírokat. Az officert ezt nem is mondta végére, nem? Ó, itt van a főfő. Herr Jäger. Herr Vadász. Mi a baj, Gréta? Úgy hívják a kutyát, hogy Gréta. Milyen szép, mi? Igazi kis cukorfalat. A papírokat kérem. Várjon egy pillanatot. Frankfurtból. Ah, frankfurti vagy? Igen, egy hotdog. Egy meleg kutya vagyok. Jézus, milyen jó poém, mi? Egy hotdog vagyok. Te angolul beszélek, amerikaiul beszélek a nácik között. Vicces gyerek vagyok. Mint azok a hülye amerikaiak mondják. Hotdog. Ez igen, igazából már itt az elején elbaszta BJ, és kurva nagy szerencséje van, hogy poénnak vették ezt az egészet. Rohadt nagy szerencséje van, de lehet, hogy valami gyanít egyébként, Herr Jäger. Nem lennék meglepődve. Na majd mesélem tovább, hogy szerintem mit, hogy. Ahogy egy kicsit. De igen, igen. Valamit mondani kellett. Rudi Jäger, nagy főnök, parancsnok.
Nos, kérlek, lásson, akkor menjünk föl a libegővel. Oda. Ja, vol. Let's do this, bitches. Jó reggelt, jó reggelt. Reggelt. Neked is, beléd is. Na. Húzd meg azt a kart, azt suhanjunk, mert már lövöldözni szeretnék. Húzd meg a kart. Jó. Kicsit meg vagyok lepődve rajta, hogy nem csináltak Next Gen konzolokra felújítást. Mármint legalább 4K 30-ra fölhúzhatták volna. 4K 60-ra is mondjuk. Ha a Ubisoft meg tudta csinálni az Assassin's Creed-ekkel, meg a Ghost Recon-nal. Semmiben nem telett volna egy kicsit felszkélelni. Na mindegy. Azért szerintem így is jó. Legalábbis nekem adja. Egy kis nosztalgia azokból az időkből, amikor ezzel játszottam. Check this out. Ja igen, amúgy mondanom se kell, hogy nyilván PC-n. Ó, van egyáltalán? Van PC-re, igen, mert benne van a PC Game Pass-be. PC-n játszol vele, akkor jobb. Jobb a képminőség. Talán még 4K-ra is föl tudod húzni PC-n, meg fölpumpolod a grafikát. Talán még modolni is lehet a grafikát, hogy jobb legyen. Szétmodolod a gecibe, és olyan lesz tiszta 2030. Na akkor itt vagyunk, megyünk Helgának a kutató központjába. Rádión kell valamit beprüntjögni. Na, azaz, add meg a tiszteletet, paraszt. Kifelé még találkozunk, kinyírlak a gecibe, csak mondom. Tiszteleg? Nem tiszteleg. Tiszteletlen. Na, és most fog kezdődni az action. Ott a rádió. Okay. Inside the elevator. Bent vagyunk a liftbe. Roger that. What are you doing, huh? There you go now, sleep tight. Valakit közben szétpukkantott. Jó. Micsoda hang. A hangról jut eszembe. Options. Audio. Voice volume. Leveszünk így idáig mindent. Music enabled. Foreign only. All subtitle. Igen, ez kimaradt. Entschuldigung. Jó, figyelj, és akkor olyanok vannak a játékban, hogy pajzs. Mert hogy itt középen mutatja, hogy a plusz jel az ugye az élet, ez világos, és mellette van ez a kis címerszerűség, az a pajzs. És akkor lehet itt variálni a fegyverrel, hogy két fegyvered legyen, vagy egy. Ott mutatja. Látod? Ugyanaz a fegyver, csak kettő. Én az egyet jobban preferálom, mert így rá lehet zoomolni. Viszont ha kettő van, akkor meg nem zoomolsz, hanem a zoomoló gombbal a bal fegyverlő, a lövőgombbal meg a jobb fegyver. Látod, így felváltva. De tudsz egyszerre kettővel lőni. Nagyobb ellenségeknél amúgy az baszó. És most meghallottak, mivel demonstráltam, szóval kezdjünk is játszani. Achtung Granade. Jó. Nem lesz itt semmi gáz. Becsúszó szerelések vannak, like Warzone. Nem veszi föl magától a fegyvert, az mondjuk rossz, hanem rá kell menni és X-et kell nyomni. Mármint ha nem veszi föl a fegyvert, úgy értem, hogy amúgy itt egy shotgun. Hogy lőszert se vesz föl.
Find the documents. Szerintem fölöttünk turkál valaki. Azt halljuk most. Jó. Szólunk Kesslernek, hogy nincs meg a folder. Jó, szóltunk akkor, hogy nincs meg a doksi. Mi? Geci. Connect controller, ezt a köcsöget kicsúszik a vezeték a kontrollerből, bazd meg. Jézus, micsoda lövöldözések vannak itt. Hát erre nem is emlékeztem. Ilyen sokan lesznek, he? Itt folyton itt össze-vissza kell bóklászni. Sorok közt. Geci. Jézus, hogy megszökött? Ilyen kicsit zavaró, hogy oda kell menni felvenni a fegyvert amúgy. Mármint a lőszert, úgy értem. Ez mi ez a gomb, hogy így fölemeli? Jön a létra. Az a vicces, hogy felvettem a shotgunt és nincs meg. Itt volt egy shotgun, amit felvettem. Hova tűnt vajon? Na mindegy. Mindegy, hagyjuk. Oké, oké, oké. Gyerünk, főnök. Oh my fucking god. Hát igen. Ez szívás. És figyelj, elfogtak, megyünk a böribe. Bethesda Softworks. Presents, bemutatja a Bethesda Softworks. A game by. Machine Games. A Bethesda Softworks alá tartozik az egyik a Machine Games, amit felvásárolt a Microsoft, ahogy. Machine Games-el együtt. Wolfenstein The Old Blood. Szóval a Machine Games csinálta, és a Bethesda Softworks adja ki. Part 1, Rudy Yeager and the Den of Wolves. Chapter 1, Prison.
A bőriben.